Köszöntöm Önöket, a Beszéljünk Róla magazint látják. A mai adásunkban, hogyha a kollégáim egy úgynevezett totál képet adnak majd itt a stúdióról, akkor láthatják, hogy tiszta idilli a környezet, egy kanapén heverő kiskutyus, két csinos hölgy és egy elegáns fiatalember ül itt a stúdióban. Teljesen idilli a kép azonban, a valóság nem ennyire idilli. Kiskunhalason működik egy kutyamentő egyesület, mely igen komoly pénzügyi nehézségekkel küzd, és néhány napja kiírták a közösségi oldalukra, hogy a kutyák élete veszélyben van, elfogyott az etetésükre szánt pénz, és nem tudják hogyan tovább. Ez tehát a mai adásunk témája, és én oda szeretnék majd kiukadni, hogy beszéljünk arról is, hogy mi a felelős állattartás. Bemutatom a vendégeinket, Rencsár József, az önkormányzati rendészet vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Rémánné Halmos Éva, egyesületi taga, Kiskunhalasi Kutyamentő Egyesület képviseletében. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És itt van velünk Sörös Diana, önkéntes segítő. Jó estét. Jó estét kívánok, és Kincső. Kincső, igen. Ő egy talált kutya. Igen, egy mentett kutyus. Az ő sorsáról, mentett kutyus sorsáról hamarosan beszélünk. Kedves Éva, mi a helyzet az egyesülettel? Kik önök, hol működnek, hogyan működnek, és hogy fogyott el a pénz? Körülbelül 20 évvel ezelőtt alakult a mi egyesületünk. Történelmek nevet időnként változtattunk. És most tulajdonképpen épülőfélben van egy állatotthonunk, Harkakötöny határában. Úgy fogyott el a pénz, hogy ez több tényező okozta ezt az eredményt. Egyrészt, hogy ugye, mivel már régóta működünk, egyre többen megismernek, egyre többen kérnek tőlünk a kutyájuknak úgy segítséget, hogy olyan helyzetbe kerülnek, elköltöznek külföldre, meghal az idős hozzátartozó, itt ezen a déli részen, itt kevés a munkalehetőség, a fiatalok elvándorolnak, marad az időskorú lakosság, és a környező falvakban meghalnak, megöregszenek, és egyre többen írnak, felhívnak, stb. Jeleznek, hogy nagyon szeretnék leadni a kutyájukat. Ez az egyik oldala, hogy nagyon sokan keresnek bennünket, és nagyon nagy az igény, hogy átvegyünk kutyákat. A másik oldala ugye volt ez a válság, amikor robbanásszerűen emelkedtek az energiaárak, ugyanakkor emelkedtek a tápárak, emelkedtek az állatorvosi költségárak, és ez is egy borzasztó nagy nehézség. A harmadik rész pedig az, hogy egyre kevesebben fogadnak örökbe. Ez részben jó, hogy átgondolja mindenki, hogy tudja-e vállalni a kutyatartással járó felelősséget, anyagi gondokat, de így a mi általunk bevett kutyák sajnos sokáig maradnak. Hány darab van? Most körülbelül 70. Az nem kevés. Igen. Mennyit esznek? Igen, és forintban, naponta, 70 kutya. 3,5 zsák táp fogy el naponta, ez csak nem 20 ezer forint. 20 ezer forint, azért próbáltam satszolni. És ez egy évre 4 millió forint, tehát ez nem kis költség. Nézzük meg ezt a telephelyet, ugye egy tanyát vásároltak, ahol találhatók ezek az ebek. Ezt meg kell mondani őszintén, hogy eddig ilyen önkéntes helyeken voltunk, ilyen szívességből kölcsönadott tanyán voltunk, és mivel ekkora nagy volt a nyomás felénk, ezért az egyesület elnöke és a párja, Nemes Lívia és a párja megvásárolták saját költségükből ezt a területet a hozzátartozó tanyával. És ott került kialakításra, szintén egy része saját pénzükből, másrészt meg pályázati pénzből valamennyi. Így lett kialakítva ez a kenelsor, meg konténer hozzá, meg tehát ami kell hozzá. Nem akarok a pénztárcában vájkálni, 0 forint van? Hát annál egy picivel több, és most itt ez az alkalom, hogy megköszönjem, hogy amikor megjelent a Facebookon ez a hír, akkor nagyon sokan segítségünkre siettek, és volt sok átutalás, volt tápadomány,
amit most nagyon szépen megköszönnék. És a március 15-i Magyarok Vásárán is sokan jöttek oda, és adományoztak, vagy vásároltak a mi termékeinkből, hogy ezzel támogassák a működésünket. Eszméletlen nagy felelősség, amikor az ember kutyát választ magának, és arra veszi az életét, hogy ő felelősséget vállal egy kutyáért. Diana, ez a kutyus, amely itt van a stúdióban, ez ugye egy talált kutya. Mi volt az ő története, és miről győzte meg önt, hogy milyen sors kellene neki? Hát ő napokig a várost járta étlenszomjan, igazából többen etették, raktak ki neki kaját, maradékot, de végül egy szakadó esőben a Bernát kollégium ajtaja előtt feküdt. És akkor szóltak, hogy menjek el, helyezzem el egy éjszakára, és akkor igazából végül nálam maradt. Hány éjszaka lett belőle? Sok éjszaka már nagyon sok éjszaka. Hát nagyon megszerettem, mert nagyon aranyos kutus. Erre mondják, hogy tipikus harci kutya, nem? Igen, igen. Kell tőlük félni? Nem, senkit, semmit. Semmit. Mindenkit nagyon szeret, embereket, gyerekeket, állatokat, Bocsán. Mindenkit. Maga macskákat is, igen. Önkéntes segítőként kérdezem önt. Felelős állattartás. Mi tartozik ez alá? Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Az egészséges felnőtt kutyáknak naponta egyszeri étkezés legalább, tehát ott tartunk sajnos, hogy ez is már problémát okoz néhány embernek, folyamatos ivóvízellátás, a kutyával való foglalkozás, a séta, akár kutyaiskolába járatni, játszani vele, védőoltások, ugye, csip, ez szerintem a kutyák 70%-ában nincs. Tehát én jártam csippet olvasni a városba, és a 70%-ukban nem volt csip. Akik így elkóboroltak. Nem is törődik fel a gazda, gondolom? Nem. Tehát akkor van még mit fejlődni mondjuk egy nyugati országhoz képest? Ha jól tudom, Svájcban ilyen külön kis tanfolyam van, hogy lehet-e kutyám? Hát meg Ausztriában is már úgy tudom. Ausztriában is az van, hogy el kell végezni egy iskolát ahhoz, hogy lehessen kutya. Hát meg ugye van ebadó, ami szerintem egy olyan dolog, hogy nem mindenki fizeti meg az ebadót, akinek nem olyan fontos a kutya. Tehát, hogy esetleg ezt is be lehetne itt vezetni. Mit tapasztalnak ugye a munka során, meg a mentések során? Az emberek tisztában vannak-e azzal, hogy például az ő általa, mondhatom azt, birtokolt kutya milyen igényekkel rendelkezik? Gondolok itt arra, hogy mekkora hely kell neki, mekkora mozgási igénye van, mekkora táplálkozási igénye van. Nem, az emberek úgy vásárolnak kutyát, hogy az a kutya tetszik. Ami éppen divatos? Igen. Igen, az emberek így vásárolnak kutyát. És amit még az előbb kihagytam, ami nagyon fontos lenne, az ivartalanítás. Ugye, hogyha ivartalanítva lennének a kutyák, akkor nem jutottunk volna el idáig, hogy volt olyan nap, hogy 17 kölyök kutyát kellett összeszedni, aki az út szélére volt kidobva. Rimani Halmosi Évát kérdezem, összesen hány egyesület foglalkozik itt Kiskunhalason állatmentéssel? Tulajdonképpen van egy alapítvány, a Mancsakézben, Bíró Brigitta alapítványa, akkor van a Halasi Állatotthon, a Szegedi úton, vagyunk mi, és tulajdonképpen van az önkormányzati gyepmesteri telep. Tehát ilyenkor, amikor baj van, azért ez az egymás mellett működő alapítványok segítenek? Igen, azért nagyon sokat segítenek, most köszönjük szépen, a Mancsakézben is jelentős mennyiségű tápot adott nekünk, és a Halasi Állatotthonnal is jó az együttműködés. Ők is nagyon sokszor, ha nekünk szólnak, és nem tudunk elhelyezni egy kutyát, nagyon sokszor a segítségünkre vannak, de nagyon sokszor ők is tele vannak. Kiskunhalasi gyepmesteri telep, ugye kint a volt Rekettyei úti hulladéklerakó mellett van, hamarosan kollégák mutatnak majd képeket. Itt most milyen a kihasználtság, illetve önkormányzati szinten hogyan lehet ezt a helyzetet kezelni, hogyan tudnak önök együtt dolgozni? Nyilván a mi munkánk az állatvédők munkán nélkül nem sokat ér. Tehát azért mi munkánk alapvetően abból áll, hogy a kidobott kutyákat befogadjuk, ami közterületen található kutyák szintén befogadjuk, lakossági bejelentések alapján dolgozunk. Napi foglalkoztatottsága bír a gyermekmester, tehát rengeteg bejelentéssel bírunk. Az állattartás, a felelős állattartás, mint fogalom, az egyre kevésbé ismert sajnos a társadalomban. Jó lenne ezen szigorítani. A befogadott kutyáink az állatvédők által kerülnek el a gazdákhoz, tehát az Évikék, illetve a Melindáik, a Szegedi úti menhely
szinte az összes kutyát neki köszönhetjük, hogyha tudjuk őket gazdásítani. Mennyire így tud itt lenni egy kutya? Nálunk pont az a német juhász 3,5 éve van kint. Nem jött érte senki? Megnézték. Se gazda, se leendő új gazda. Nézték, de a termete az nem keltett kellő szimpátiát az érdeklődőkben. Egyébként ő a gyepmester őre is szokott lenni szabadidőben, tehát próbáljuk mozgatni, illetve... Tehát mondhatni már állományban van véve. Mindenféleképpen. Hát a gyepmester és a segédjeik, ők sajátjuként kezelik ezt a német juhászt a képsorok elején. Ő szokta őrizni a gyepmesteri telepet. Ő van nagyon régóta, tehát 3,5 éve kint van. A többi kutya az cserélődik folyamatosan. Ugye itt felvetődött, hogy csippezés. 70%-a nincs csippezve a kutyáknak. Milyen szabályok vonatkoznak egyáltalán? Hát szerintem kötelező lenne, nem? Meg az én saját megfontolt érdekem, hogyha... Lenne. Nyilván itt is a felelős állattartás, hogy kicsinek kiválasztják a kutyát, mert éppen aranyos, vagy éppen szimpatikus a kisgyereknek, és amint felnő a kutya, illetve nagyobb méretű lesz, onnantól ezt elfelejtik, és sokan kidobják a kutyákat. Ráadásul nem kell, hogy megnőtt. Már nem kell annyira. Már nem olyan szimpatikus, már a kisgyerek nem foglalkozik vele annyit, a szülőnek végképp nincs kedve hozzá, és azok a kutyák kerülnek hozzánk, illetve a többi állatvédő egyesülethez. Vannak azért olyan sikersztorik, hogy innen sikerült már örökbe adni kutyát? Tőlünk rendszeresen. Tehát nálunk azok a kutyák kerülnek sajnos eladhatásra, akik betegen kerülnek be, illetve hatósági állatorvos által veszélyeztetté lettek nyilvánítva. Arányaiban pár kutyáról beszélünk szerencsére évente, de az állatvédők segítsége nélkül mi is nagy bajban lennénk. Jó jön az állatvédők segítsége. Hogyan lehet valaki egy ilyen telep tulajdonos? Mert azért itt gondolom komoly közegészségügyi, állategészségügyi, hatósági előírásoknak meg kell felelni. Igen, most mi még egyelőre telephelyként működünk, tehát ez egy folyamat, bizonyos adminisztratív tevékenységeknek is meg kell felelni, tehát vannak olyan számaink, amit már utána jártunk, de igazából még nem állatotthonként működünk, tehát ez egy folyamat, és hogy ott nagyon-nagyon sok mindent kell teljesíteni, és ez nagyon-nagyon sok pénz, tehát hogy ez még azért egy kicsit várat magára. Ugye szeretnék bővíteni ezt a helyet, illetve most is építkezésben vannak, a kollégák meg tudják majd mutatni azokat a körülményeket, amelyek most vannak ott kint a Arkakötöny határában. Mi mindent szeretnének kiépíteni? Hát még mindenképpen szeretnénk előre, tehát most ugye ez a bekerített hátsó rész, tehát ott azért az azért lassan megtelik. Szeretnénk olyan melegedőt, egy olyan épületet, ami fűthető, és műtét utáni kutyusok ott lennének elhelyezve, vagy olyan pici kutyák, akiknek még szükség van melegre, vagy betegségből lábadoznak. Mindenképpen kellene egy kifutó vagy játszó udvar nekik, vagy egy ilyen tágasabb kennelszerűség, ahol össze lehetne csukni olyan kutyákat, akik társak lennének egymással, egy kicsit játszanának, és utána mehetnének vissza a helyükre. Tehát egy kicsit komfortosabb lenne. És még talán konténerre is szükség lenne, mert kell azért az adminisztrációnak, tehát a háttérmunkának is kellene egy olyan konténer, ahol mindenféle ilyen használatos eszközöket tudnánk tárolni, vagy az adminisztrációt elvégezni. Hát van még teendő bőven. Igen. Mind fizikai munkában, mind pedig pénz anyagi ráfordításban. Igen. Megfogalmazódott itt menet közben a kérdés, hogy nagyon sokszor mi is forgatás közben járunk tanyavilágban itt-ott. Tehát látunk fémhordóban alvó kutyát, látunk ilyen rövid madzagra kikötött kutyát. Mikor és hogyan szólhat az ember az ilyen tulajdonosnak? Egyszerű állampolgári kötelesség, vagy civil, önkéntes aktivista felbuzdulása kell hozzá? Hogyan lehetne ezen változtatni, és milyen körülményeket találnak önök egy-egy mentés során? Hát szerintem vétkesek közt szingos, aki néma. Tehát mindenképpen szólni kell.
És hát áldatlan állapotok vannak sokszor. Hidegben, vashordóban, láncon, télen, kint. Tehát volt olyan kutya, amelyik már meg volt fagyva, és úgy ott volt hagyva. Szörnyű. Volt olyan mentésünk, hogy a sineken feküdt, a kutya már egyszer elütötte a vonat. Úgy kellett lerugdosni, mert közbe harapott. És már jött a következő vonat. És igazából senki nem kereste, senkinek nem számított. Nem tudom, nem kötelező kutyát tartani, ezt mindenkinek figyelembe kell venni. Azt tartson kutyát, aki tudja biztosítani az állat alapvető szükségleteit legalább. Házban, lakásban, itt arra gondolok, hogy jártam már olyan a panelházban, ahol a harmadik emeleten német juhász volt. Követendő példa? Hát nem, egyáltalán nem. Tehát igen, azt is tudni kell, hogy lakásban milyen kutyát tartunk, udvaron milyen kutyát tartunk, udvaron nem tartunk egy yorkit például. Úgy, hogy lakásban sem tartunk német juhászt. Mert a német juhásznak valószínű nem olyan jó egy 40 négyzetméteres lakásba bezárva lenni egész nap, míg a gazda dolgozik. Viszont egy yorki meg télen meg fog fagyni kint, akármilyen szigetelt is az a kutyaház. Kinek van joga elvetetni valakiről, kitől a kutyát? Hát az önkormányzatnak. Van ilyen jogköre az önkormányzati rendészetnek, hogyha olyanok a körülmények? Vagy szólni kell a rendőrségnek, mezőröknek? Milyen indítjuk az eljárást? Tehát nyilván tartunk el rendészeti ellenőrzést, vizsgáljuk a kutyatartás körülményeit, és akkor utána adott esetben egy eljárás keretein belül egy döntéssel akár ezt is meg lehet. Sok lakossági bejelentésünk van, eddig nem szokott elfajulni, mert sokan elszigyelik magukat, hogy valójában hogy is viselkednek az az állattal. Rengeteg állattartó van Halason, a bejelentésekre tudunk reagálni, egyéb ellenőrzésre nincs kapacitásunk, de több kutya van rossz helyzetben, mint ahová elér az a bizonyos segítőkéz. Ugye itt az ivartalanítás már szóba esett. Mi, amikor otthon a két kutyáról kellett dönteni, hogy most legyenek is kutya, és az hová fog kerülni, kinek, nem akartunk rajta nyerészkedni egyáltalán. De azt sem mertük bevállalni, hogy kihez kerül az a kutya, és én nyomon tudom követni a sorsát. Kellett hozni egy döntést, hogy ivartalanítva legyen a kutya. Nagyon nehéz egy ilyen döntést meghozni, hiszen félti az ember a kutyát, pénzbe kerül, és az összes többi kifogást sorolhatnám, mégis így dönt az ember. Követendő példa lehet az ivartalanítás? Mert ebből a példából, amit eddig hallottam ebben a műsorban, hogy 71 néhány kutyát rejtegetünk, aztán a többi kutya a gyepmesteri telepen, aztán elvisszük, visszavisszük, visszaadjuk, hogy mégsem kell. Ez egy igen szomorú jövőt vetít azért előre. Hát a jövő útja az ivartalanítás. Mindenképpen meg kell akadályozni, hogy felesleges szaporulat keletkezzen, és sokan nem azért nem ivartalanítanak, mert nem tudják kifizetni, hanem így az emberek között vannak ilyen szóbeszédek, ilyen legendák, hogy meg kell várni, hogy először fialjon, meg hogy akkor az kellemetlen az állatnak. Végülis ma már ez egy rutin műtét. Biztosan, hogy egy-két napig nem lesz annyira vidám utána a kutya, de nálam sok-sok kutya ébredezett meg gyógyulgatott, és mindegyik a második nap után már ugyanúgy élte az életét, sétált, evett, ivott, tehát nem kellett tőle félni. És tényleg ez a jövő útja, hogy és ez a felelős állattartás, hogy ivartalanítás. Nem tudni, hogy a kis kölykökre milyen sors vár, viszi szomszéd utcába, Jóska Pista, mindenki viszi, és nem vagyunk abba biztosak. És hiába, tehát az Egyesület is szerződéssel ad örökbe, és hiába van a szerződés, és beszélgetünk utána telefonálunk, és kezdetben mindig nagyon készségesek, és nagyon jól bánnak a kiskutyával, ahogy cseperedik, ahogy növekszik, egyre több a probléma, kevesen veszik a fáradtságot, hogy kutyaiskolába járassák, vagy szakembertől segítséget kérjenek, és ebből lesz a kidobott kutya. Lehetne esetleg közösségi oldalak tömkelege van már? Valamiféle kutyatartási etikettet, szabályzatot, vagy valami tananyagot közzé tenni? Mert akkor megnézni az ember, és talán jobban tudna döntést hozni, mintha csak a gyerek sírását hallgatná, hogy neki német juhász kell egy ekkora lakásban. Szoktunk járni amúgy iskolákba, vodákba, ilyen érzékenyítésre, az állattartásra
Nem tudom, hogy ez majd később fog kiderülni, ugye, hogy ez mennyit ért. Nem tudom, hogy igazából már a csapból is ezt folyik, hogy hogy kell állatot tartani, és mégse tartunk úgy állatot, ahogy kell. Tehát, hogy ez már a közösségi médiában megy évek óta, és még mindig van, aki nem. Tehát, hogy az alapvető szükségleteit az állatnak sem. Ön számára mi volt a legdurvább eset, amit látott így kutyával kapcsolatban? Hát én nekem az a vonatos elütött, amit elütött a vonat kutya. Nekem az. Én nagyon, az meg is viselt nagyon. Sikerült igen. Meggyógyítani? Igen. Sikerült neki teljes életet biztosítani? Igen. Három lába van, de él. Három lába igen, van, de igen, de boldog. Ja. Önök azért fölvállaltak már jó néhány olyan konfliktus helyzetet, amikor nem biztos, hogy a gazda oda akarta adni a kutyát, meg nem biztos, hogy ő fölfogta, vagy elismerte azt, hogy hogyan tartja a kutyát. Biztos, hogy a civileknek ezt föl kell vállalni? Vagy pedig van egy olyan morális késztetés, hogy azért is? Megpróbálunk, tehát amikor kapunk egy bejelentést, hogy nem megfelelő állattartás, akkor megpróbálunk először mindig úgy beszélni a tulajdonossal, hogy egyfajta szimpátiát váltsunk ki, tehát hogy nem ellenségként megyünk oda, de hogy próbálja, tehát ezt a beláttatást, hogy talán, hogyha a 20 centis láncot meghosszabbítaná, tehát mondjuk itt indul az egész, tehát hogy ezt próbálnánk először így finoman az együttműködését kiváltva, aztán ez azért néha úgy sikerülni szokott. Aztán megemlítjük azt, hogy lehet, hogy nem is kell önnek ez a kutya, mert hogy ott van még másik kettő, vagy hát van itt jó kerítés, nem biztos, hogy kell ez a kutya. És akkor megpróbáljuk elkérni, és ez is egy módja. Aztán amikor, hát azért ilyen is volt, hogy amikor már úgy eldurvul, akkor... Tehát az, hogy nagyon durván elzavartak volna bennünket, olyan nem igazán volt, de volt olyan többször is, amikor jegyzői hatáskörbe kellett írni, tehát hogy írtam egy bejelentést, vagy a közterületeseknek írtunk bejelentést, vagy jegyzői hatáskörbe, vagy vidékről kerestek, és vidékre kellett még régebben, mondjuk Kelebián, ott a tanyagondokkal többször voltunk így kutyalátogatni, és ott is többször írtunk, és hát ezek több-kevesebb eredményt hoztak. Aki próbált már kutyát befogni, az tudja, hogy nem egyszerű dolog. Milyen eszközeik vannak, milyen eszközök állnak rendelkezésre, mert szerintem, ha most kimennénk Halason és sétálgatnánk egy fél órát, garantáltan egy kóbor kutyával, vagy elkóborolt, valahonnan kifutott kutyával, tudti, hogy találkoznánk. A civilek bólogatnak. Ez így van. Tehát rengeteg kutya van szabadon. Legtöbb szinte mindig, csak véletlen itt van az a kis kapu, az a nagy kapu. Megcsináljuk a kerítést, mert éppen most szökött ki először, tehát ez az első reakció az állattartók részéről. Sok kiszökött kutya van, tehát ez napi probléma. Milyen eszköz van a befogásra? Hurok és csapda. Tehát mind a kettő türelemjáték. Tehát amelyik kutya elszökött, az alapvetően ijedős kutya. Tehát olyan tartás következményeképpen szökik el, szinte mindegyik, ahol nem érzi jól magát. Ennek nyilván oka van, és ez a kutya első körben ijedős. Tehát itt türelem kell a befogáshoz, kergethetjük, nyilván nem fogjuk utalni őket. Egy kis idő kell mindig, sajnos. Ez a gyepmester feladata? Kizárólag? Is. Is? Ki még? Még a kollégáink segítenek, közterületfelügyelők is szoktak segíteni a gyepmesternek. Hát ez egy csapatmunka szokott lenni. Mezőrök külterületen, ahogy sikerül, nyilván egy összefogás eredménye, kell a lakos segítsége, aki éppen észreli, vagy aki ennek a területére éppen beszökött, az a kóbornak mondható kutya, oda elhelyezik a csapdát, és akkor nyilván befogjuk, utána kerül hozzánk, és utána tovább. Tehát ez mindig egy hosszabb folyamat sajnos. Nem működik első napra, bárcsak így lenne. Itt van egyébként esély az ivartalanításra? Vagy voltak már ilyen ivartalanítási akciók? Voltak, persze. Voltak a gyepmesteri területen? Nálunk azért van orvosa a gyepmesteri területnek, aki nyilván minden kutyát megvizsgál, csipezzük, beadjuk a kötelező oltásokat is,
Tehát persze van. Az önök esetében volt-e már olyan kampány, mert ha jól emlékszem, ilyen kormányzati célzat is volt a ebbe kivartalanítására vonatkozóan, és lehetett regisztrálni rá szerényebb anyagi képességű emberek részéről. Ilyen van-e manapság? Egyszer nagyon régen, 7 évvel ezelőtt volt az önkormányzattól, illetve egy másik szervezettől kaptunk macskaivartalanításra kimondottan. Iszonyatos nagy volt az igény, és most pedig ebben az évben, tehát tavaly kellett pályázni, és ebben az évben kezdtük meg, de nagyon kicsi összeg volt ez. A Magyar Állatvédők Országos Szervezete, tehát ez egy ernyő szervezet, és tőlük nyertünk 500 000 forintot. Hát most ez annyira nem nagy pénz, mert hogyha megnézzük, akkor azért egy nagy testű kutya ivartalanítása 50 000 forint, és ezt most úgy néz ki, hogy ki fogják egy picikével toldani. És ez tulajdonképpen mostanában jár le, viszonylag egy ilyen rövidebb idő volt rá, mondjuk ennyi pénzt nem is lehet, tehát ezt gyorsan el lehet költeni. Ez 10 kutya. Most talán, igen, körülbelül. És most talán úgy néz ki, hogy egy picivel meg fogják toldani ezt a pénzt. Én úgy látom, hogy ez a kutya maradni fog, ugye? Ilyen lesz. Otthon marad? Nálam nem. Nem? Nem. Nekem 4 kutyám van, úgyhogy az 5. már nem fér el sajnos. Milyen kutyák vannak? Van egy yorkim, egy chihuahua keverékem, egy labradorom, meg egy másik mentett kutyám. 2 mentett kutyám van, és 2 vásárolt. Rengeteg idő és türelem kell hozzá, igen, nem? Igen. Az ő sorsa mi lesz? Gazdit keresünk számára? Igen. Mit lehet róla tudni, hogyha valaki kedvet kap hozzá? Itt van Kincső, aki egy fotelben rendkívül jól tud aludni, de egyébként még mit lehet róla tudni? Igazából ennyi. Tehát, hogy semmi, ő el van. Az a lényeg, hogy ember legyen a közelbe. Semmi más igénye nincs. Simogatni, szeretni, sétálni. Az oltások ugye, ami fontos, ivartalanítva már ki van, kötelező oltásait megkapta. Ha valaki kedvet kap örökbefogadáshoz, hogyan lehet és milyennek a menete? Hát most itt a Kincső esetében már Kincsőről tudunk mindent, de általában úgy van, hogyha valaki jelentkezik, hogy szeretne kutyát, akkor hogy mi az igény, vagy miért szeretne. Na most a mi egyesületünknél általában közepes vagy nagyobb kutyák vannak. A kiskutyák azért, valaki talál egy kiskutyát és fölteszi Facebookra, azért gyorsan oda szaladnak, tehát azért annak nagyon gyorsan találnak gazdát. A pici kapósak. Igen, kapósak, így van. Így van, és akkor, tehát, hogy megbeszéljük, hogy milyen az igény, milyen a tartási feltétel, hogy gondolta ezt, és próbálunk így egyeztetni, és fönt vagyunk Facebookon, oda, hogyha valaki ír, hogy igénye van, akkor mi küldünk neki képeket, illetve személyes találkozót is meg tudunk beszélni, és akkor hát ez így összehozzuk a dolgot. Legyen ez a pozitív kicsengése a műsornak, bár mind a mellett az eredőjét találjuk meg, kellene a pénz a folyamatos működésre, aki tud, segítsen önöknek, én azt kívánom. Köszönöm szépen, hogy itt voltak és elmondták, és hát akkor fájó szívvel, de elbúcsúzunk Kincsőtől is. Köszönöm még egyszer a beszélgetést. Kedves nézőink, tartsanak velünk jövő héten, és tudják, kedden este 7 órakor kezdődik a Beszéljünk Róla magazin egy-egy adott aktuális témával. Szép estét, viszontlátásra! Bungalló. Itt érzed magad jól? Otthon? Ezt veri le a... Villámhárító. Tír elé. Otthon? Romba. Ezt veri le a villám. Na majd én. Bolce falon? Pont otthon. Zombi otthon? Otthon is. Vajja! Ó, papá! Fogyó idő! Milyen egyszerű. MFO! Keresse az MFO védjegyet, válasszon minősített, fogyasztóbarát otthonbiztosítást. A hagyományos íz és a minőség találkozása. Megérkeztek a friss sonkák és füstöltáruk a kötönyhús üzleteibe.
Válassza a jól bevált kötönyhús termékeket, hazai alapanyagból, hazai ízvilággal kínáljuk, hogy a húsvéti asztal éke lehessen. Foglalja le időben, hogy még biztos jusson belőle. Kötönyhús Kiskunhalason a Semmelweis téren, a Kisbosnyákon és Jánoshalmán a központban.